Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Namaste Jóga Stúdióban Győrben. Nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk, és szeretnék mindenkit arra kérni, hogy mondjuk el a Tiszta Univerzum mantráját hétszer. Köszönöm szépen, az ember egy rendkívül érdekes állatfajta, mert tud kérdezni. Kíváncsisága nagyon sok fajnak van, de az, hogy fogalmilag te föltégy egy kérdést, és arra választ várj, az egy nagyon emberi sajátosság. És a kérdés kinyitja a tudatot. Nézd meg a gyereket! Most volt nálunk egy fantasztikus csöpség egy angyal, egy kicsi hercegnő, aki úgy kérdezett, nem sokat, templomban volt, érezte az atmoszférát, de úgy tud kérdezni, hogy arra bizony mindenkinek nagyon jó választ kell adni, és feladatot ad a szülőknek. Aztán egyszer csak elkezdünk fölnőni, és a kérdéseinkből felszólítások lesznek. Hogy mi ezt akarjuk, nekünk ez kell, én ez vagyok, nekem ez jár, és a kérdések, felszólítások utána kielentésekké szelidülnek, és a 20 éveink végére, a 30-asok elejére pont van a mondat végén. Ez van. Ez az élet. Ez lettél te, mint felnőtt. Hogy tudunk visszatérni a kérdéshez? Hogy tudunk visszatérni a tudat nyitottságához? És az ember egy nagyon érdekes emberfajta, mert a további kérdés az, amely visszahozza őt a nyitottság állapotába. És ezt nem lehet traumák nélkül elképzelni. Általában a saját komfortzónánkban érezzük jól magunkat, és a válságainkat nem szeretjük. Szenvedni senki sem szeret. Boldogságkereső és a szeretet nyelvét beszélő embernek tudjuk magunkat, és mégis a megoldatlanságok nélkül nem fejlődünk. A válságok nélkül nem változunk. A megoldhatatlannak tűnő helyzetek nélkül nem leszünk nyitottak. És ahhoz, hogy ne kelljen az életedet szétrázni, hogy ne kelljen válságba juttatnod magadat a fejlődéshez, a zen egy olyasféle instrumentumot dolgozott ki, amit úgy hívunk, hogy koan. A koan az a tudatosan, a megvilágosodott tudat szemszögéből kidolgozott paradox. Az a termékeny, kreatív paradox, amely a tudatot, a saját tudatosságodat egy magasabb szintre viheti. Sákemoni Buddha, ahogy tanított, nem hallottuk, a szútrákban maradt fönt. És minden szútra így kezdődik, akár Ánanda, akár más emlékezett rá, így hallottam, kettős pont, a magasztos Anáta Pindik a ligetében időzött, amikor a darma beszéd idején megigazította a felső ruháját, elfoglalta nemes ülő pozícióját, és indul a szutra. A szutrában hallasz ilyen gyönyörű körmondatokat, ismétléseket, Tökéletes fogalmazást, és előbb-utóbb rájössz egy pár oldal után, hogy ember már pedig így nem beszél. Aki irodalommal próbálkozott, azt tudja. És mégis nagyon fontos a buddha eredeti tanításának a megismeréséhez a irodalom némi tanulmányozása. Azért némi, mert 84 ezer kötet van belőle, és okos tudósok kiszámolták, hogy napi 8 óra olvasással két és fél élet kellene ahhoz, hogy azt te befejezd. Tehát nem, hogy ember nem beszél így, ahogy a szutrákban olvasod, egy ember nem beszél ennyit egy élet alatt. Mi történt? Hát, az történt, hogy a buddha üzenetét, tanítását, amit 45-49 éven keresztül, a 45 biztos, tanított, ezt nagyon sokan hallották, nagyon sokan továbbadták, és amikor elkezdték leírni a szútrákat, jó pár évvel Buddha nirvánája után, akkor nagyon sok forrásból dolgoztak. Ánanda volt a fő forrás, mert az ő tudata, az ő memóriája olyan volt, mint a mostani hibátlan számítógépek, mindent pontosan úgy bontott nullákra és egyekre, ahogy az volt. Tehát Ánanda volt a fő forrás. Sáriputra, Szubhuti szintén kitűnő tanítványok voltak, aki a szívszutrát olvassa, Sáriputrát hallja, ő az, akinek mondja a buddha tanítást, a gyémánt szutrában Szubhuti. Ezer év telik, és a szutrákat több évszázadon át több millió ember tanulmányozza, van, aki szerzetesként, szerzetesnőként, van, aki világiként. És egyszer csak jön egy ember, akit úgy hívnak, hogy Bodhidharma, aki Indiából Kínába viszi a tant, 28 generációval Sákja után. És Bodhidharmát már nem hallod úgy beszélni, mint a Buthát. Bodhidharma már párbeszédet folytat az uralkodóval, vagy pedig az öt tanítvány közül bármelyikkel, aki éppen tanításért folyamodik. Bodhidharma már nagyon-nagyon röviden, élesen, metszően fogalmaz. Az ő darma beszédeiből leírtak hármat, megmaradt és le is fordították, és hogyha megnézed, az az utolsó szútra, amit a buddhizmusban eredetiként leírtak. És utána már kommentárok, újrafogalmazások vannak, és kinő az, amely ebből a gondolati televényből, ebből a 84 ezer kötetnyi kényelmi zónából téged kirobbant, ez a Kuan. A Kuan paradox. A Kuan nem érthető. Hogyha a tudatod nem tiszta, és nem tért vissza a dualitások elé, nem tudod megoldani. Vagy csak részleges választ adsz rá. A buddhák és pátriárkák mindig találtak valamit, amivel visszahozhatták az embert a gondolkodás elé. Abba a tudatállapotba, ahol még az én sége nem jelent meg ahol még a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat állapotában van, és tényleg úgy látja a világot és magát, ahogy az van. Könnyű azt mondani, hogy az ég kék és a fű zöld, de a saját karmádat látod ilyen tisztán? Amikor befelé fordítod a tekintetedet, mit látsz? Látsz -e egyáltalán valamit? Figyeled-e a saját lélegzeted annyira, hogy a tudat stabilizálódjon és megmaradjon itt a pillanatban? És ha nem, akkor rájössz, hogy az érzelmeid és a gondolataid visznek el a jóról és rosszról, múltról, jelenről és jövőről alkotott képzeteid visznek el ebből a pillanatból. És ha túl sok nullát és egyet halmozol fel az elmédben, akkor a tudatosságot szét tudásni. Egyszerre vagy száz helyen, de valójában egyik helyen sem vagy, mert annyira kicsi figyelemhányados jut egy helyre aki rád néz, azt látja, hogy egyszerre vagy itt, testileg, és valahol teljesen máshol az elmédben. Hogyan lehet a jelenlétedet megszilárdítani? Valahol meg kéne haladni a nullák és egyek adatfolyamát. Meg kéne haladni a jó és a rossz dualitását. Meg kéne haladni a múlt, jelen és jövő hármasságát, csak azért, hogy ezeket tisztán lásd, és ha kell teremtsd őket, Elfogadd őket, ha pedig nem kell, akkor ne teremtsd meg őket, és szabj határt annak, hogyha kívülről ilyennel táplálnának. Ekkor kell észrevennünk azt, hogy a gondolkodás előtti tudat érték, menedék, nem pedig valami úri huncutság vagy keleti egzotikum. Mindegyikünkben benne van az a lehetőség, hogy megállítsa ezt a folyamatot. Mindegyikünk vissza tud térni az egyszerű és tiszta tudatállapothoz. Természetesen akkor, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan, és járjuk is ennek az útját. A figyelem ma a legnagyobb tőke az ember tőzsdéjén. Ha nem figyelsz valakire, akkor úgy veszi, hogy nem csak, hogy nem vetted észre, hogy számodra ő nem létezik. Lehet-e valakit úgy szeretni, hogy nem figyelsz rá? És hányszor vagyunk úgy a szeretteink körében, hogy a jelenlétünk szét van csattanva, és csak akkor fel kell tenni a kérdés, hogy valójában kik vagyunk mi. Adatfolyamok összessége vagyunk, gondolatok, érzelmek, tettek és beszéd összessége vagyunk, vagy mindezeken kívül valami több, valami más, valami, ami el tudja érni a felébredést. És a kóamban visszatérünk a kérdésekhez. Visszatérünk ahhoz, hogy miért ment Bóti Kínába. Visszatérünk a vúralkodóval folytatott három párbeszédéhez. Vú nagyon művelt volt, és az udvari szerzetesei nagyon jól kitanították, és az utrákat mind ismerte. Tehát, amikor Bóti megérkezett az udvarba, akkor Vú uralkodó próbára tette, és megkérdezte, számtalan templomot építettem, számtalan szerzetes támogattam, mennyi erényt szereztem ezáltal? És talán várhatott egy olyan választ, hogy hát végtelen számú erényt, felség. Végtelen nagyságú erényt, felség. A végtelen időkig tartó erényt, felség. És erre Bóthidarma azt mondta, sem ennyit. És akkor rögtön a forráshoz visszatért az uralkodó, és megkérdezte, de hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Erre Bóthi darma így válaszolt, végtelentér, semmi szent. És kiátszott az utolsó kártyáját az uralkodó, de hát akkor kiáll előttem. Bóthi darma azt mondta, fogalmam sincs, vagy nincs tudat. Úgy is fordítják elme nélküli. Az utóbbi egy kicsit félrevezető. De az, hogy a gondolkodás előtti, vagy nem tudható, az már sokkal jobb. De a nem tudható, de tapasztalható, ez egy teljes értékű válasz. És ezer év tanulmányozás után egy kis taoista segítséggel, nem kicsi, megszületnek azok a koanok, amelyek teljesen kisiklatják a megszokott vágányából a szokás gondolatvonatát. vonatát. Zen mester egy hivatalnokot fogadott. És a hivatalnok, aki konfuciánus volt, és a társadalom hierarchiáját nagyon jól ismerte, azt mondta, bizonyos tanítások szerint én és a világ egy lényegűek vagyunk, és minden lény ugyanazzal a természettel rendelkezik. Ez felháborító, mondta a hivatalnok. Ahogy sétáltak a templom udvarán, Gyógyú így szólt: Az emberek mostanában ezt a virágzó fát álomképnek látják. Nézd meg a kérdés és a válasz közötti összefüggést. Látszólag Gyógyú elterelte a szót. Látszólag megfutamodott a válaszadás elől. Holott egy nagyon világos dolog történt, a hivatalnok szerette volna Józsút a hierarchikus, dualisztikus gondolkodásba belecsalni, és ez nem sikerült, mert Józsú ott és akkor a tisztánlátással, a tisztán tükrözéssel tanított, és abban a pillanatban láttatta ezt a természetet ezzel a hivatalnokkal, amelyet előbb ez a hivatalnok felháborítónak mondott. Akár felháborító, akár nem, mégis eredeti természetünk mindenféle dualitást meghalad. Ha azt mondod azonos, hiba. Ha azt mondod különböző, az is hiba. De ha elvágod a gondolkodást, és visszatérsz ehhez a pillanathoz, akkor tapasztalhatod, és ebben a tükörben tisztán látsz Tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, beszélsz és cselekszel. És ami a legfontosabb, látod az ok és okozat tényleges működését. Annyiszor helyettesítjük be a gondolkodásunkat a világ működésébe, annyiszor szeretnénk úgy látni a világot, ahogy az nekünk tetszik, ahogy nekünk jó, ahogy nekünk kedvez. És ekkor történik az, hogy a vágyjal felturbózott gondolkodás beóhajtja helyettesíteni magát a darma helyére. És ekkor tévedünk. Ekkor hozzunk létre téves nézeteket. És a téves nézetek nyomán a haragot és a kapzsiságot. A szenvedésben nem az a szörnyű, hogy fáj, hanem az, hogy nem szükséges, de mégis van. Nem szükséges szenvednünk, de mégis létrehozzuk. Nem látjuk a forrását, és azt hisszük, hogy mi vagyunk az áldozatok, Közben elfelejtjük, hogy mi hozzuk létre gondolattal, szóval, beszéddel, cselekedettel, érzelmekkel. És hogyha látod azt, hogy ebben a pillanatban mit csinálsz, mit gondolsz, mit érzel, mit mondasz, akkor esélyed van arra, hogy felébredj és ráébredj, hogy te csinálod az egészet, mi csináljuk az egészet egymásnak és ennek a világnak. Nem hivatkozhatunk senki másra sem, az érzékszervi síkon, sem az érzékszervek fölötti síkon, hogy mi bármilyen sorsnak az áldozatai vagyunk. Nem vesszük észre a karmánkat, és ezért azt hisszük, hogy sorsunk van. Pedig ha észrevennénk, akkor utunk lenne, mert akkor tudnánk választani. És a választási lehetőségről szól minden, hogy ebben a pillanatban te döntöd el, hogy milyen úton mész, hogy jobbra fordulsz, vagy balra, vagy maradsz középen, hogy pontosan milyen életet élsz, hogy hogyan hozzuk létre az életet és a halált, milyen módon veszünk részt ennek a körforgásában, milyen világot építünk egymásnak, milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, a következő generációra, vajon meg fogják köszönni? Úgyhogy az ok és okozat látása a legnagyobb kincs, a teremtés, megtartás és lebontás látása a legnagyobb kincs. És ezért nem csak szabadságunk, hanem felelősségünk is. Ne feledjük, hogy felébredettségünk mértékében tudunk minőségeket teremteni. Tehát ha azt látod, hogy nem vagy ura az életednek, akkor valószínűleg nem vettél észre valamit a saját karmádból, a saját meghatározottságodból, a ragaszkodásból, a hamis azonosulásból. És nehogy bűntudatot érez, mert pontosan ez az, ami gátja annak, hogy javítsd a hibáidat, ha azonosulsz a karmáddal, akkor az ugyanolyan erősen fog téged, mint amilyen erősen ragaszkodsz hozzá. De hogyha meglátod a lényegi nem azonosságot, akkor tudsz vele műveletet végezni, akkor tudod a hibát kiavítani. Ha tudod, hogy te csináltad, de nem azonos veled. Nézd meg, hogy az azonosulás, a hamis azonosulás mennyire gátja a szabadság és felelősség együttes vállalásának. Nézd meg, hogy hol hibáztál az életedben. És ne ítélj magad és mások fölött e közben. Mert ez gátja annak, hogy haladj az úton. Gátja annak, hogy javítsd a hibádat, és erényt teremts. Nagyon sokféle döntést hozhatsz. De ha csak a magad szempontjából döntesz, akkor előbb-utóbb belátod, hogy az bölcsesség és együttérzés nélküli. Az együttérzéshez legalább két ember kell, vagy két lény kell, nagyon sokszor hallottad, hogy együttérző igyekszem lenni magammal szemben. Hány darab magad van? Van egy A jelű magad, amely együttérzést igyekszik gyakorolni a B jelű magaddal szemben. Hány ilyen van? Utána egy C jelű azt mondja, hogy nana, -na, túl sok lesz abból az együttérzésből. Ketteske, ugye? És így szépen hasíthatjuk az önképünket, aztán előbb-utóbb az elme is hasad, meg a tudat is. Vigyázzunk! Ahhoz, hogy együtt érez, valakivel legyen az ember, állat, bármilyen érző lény, az valaki másra is szükséged van a környezetedben. A bölcsesség ugyanez, te láthatod a világot a magad szempontjából gyönyörűen, és megmagyarázhatod, de a bölcsességnek más számára is hasznosnak kell lennie, különben mit csináltál? önmagadban gondolkodtál, és véleményt alkottál, és az A gondolkodott, és a B azt mondta, de jól csinálta, de bölcs vagy. A C pedig leírja, és a D kiadja. Vigyázzunk ezzel, mert az elme nagyon sok önképet legyárthat, és ezek a rétegek, ezek összeállnak egy olyasféle önképpé, amit elhiszünk. Az elme nagyon gyors. Nehogy azt hit hogy az intellektusoddal van baj, vagy benned van egy ilyen kis ego ördög. Nem, nem az egoitás része lenne a testednek, akkor egy műtéttel téged meg lehetne világosítani, és a buthák kórházából te felébredetten távoznál. Hát szerencsére nincs ilyen, hogy az egoitás nem az elmédnek egy abszolút része, mert akkor egy egyszerű kis, jól irányzott elektrosokkal ki lehetne azt venni az elmédből, és akkor te az elmegyógyi intézetből buthaként távoznál. Sajnos ilyen sincs. Vagy talán szerencsére. Tehát nincs egy olyan szerv, és nincs egy olyan lélek alkotó, amelyet hamis önképnek vagy hamis egoitásnak ki lehetne kiáltani, elkülöníted, kimetszed, kiölöd magadba, és akkor viszonlátása. Nem. Ez kérem szépen hozzáállás. Egy pillanat alatt meg tudod teremteni a legkeményebb énséget, és egy pillanat alatt fel is tudod oldani, attól függ, hogy mennyire ragaszkodsz hozzá, mennyire hiszel benne, mennyire azonosulsz vele. Képzeld el, hogy hatalmas, gyönyörű, csiszolt köveid vannak, és mindegyik szabályos. Mit építesz belőle? Falat vagy utat? A különbség 90 fok. A fal bezár és határol, jó esetben ajtót nyitsz rajta. Általában nem szoktuk ezt tenni, mert az az én falam. Az a legjobb. És az úton pedig mindenki mehet. Ez néha zavaró én is, más is. Az emberi társasság az néha a legelviselhetetlenebb dolgok közé tartozik, mert inkább vállalom a magányt, és a magányban való biztonságérzet hamis illúzióját, semmint inkább őszinte lennék egy másik emberrel. Gondold át, hogy hol buktál az emberi kapcsolataidban. Nem ott kezdődött, hogy nem merted vállalni a gondolataidat? az érzéseidet? A 21. század első ötöde környékén járunk. Mi a legnagyobb hiány most kb. 7,8 milliárd ember szempontjából? Mi az, amivel nem vagyunk tisztában? Mi a bajaink forrása? És erre egyetlen tanító, tudós, politikus, gazdasági szakértő Környezetvédelmi referens nem fog neked teljes választ adni. Mindenki a saját részét fogja mondani. Nagyon kevesen juttatnak el téged a szellemi autonómia birtokába, ahol te láthatsz tisztán, te hallasz tisztán, te gondolkodsz tisztán, és saját magad belátod, hogy miért vagy itt, mi a dolgod, és hogyan haladhatsz a helyes úton. Vannak tehát olyan tanítások, amelyek szellemileg a felnőttek sorába fognak téged hozni. A zen szempontjából az a fogalom, hogy buddha természet, az ilyen tündérmese szerűen hangzik, de valójában a megvilágosodás lehetőségét jelenti. Tehát, hogy fel tudsz ébredni, ki tudod magadból hozni a legjobbat, magasabb szintű tudatállapotba tudsz kerülni. Nem kell szenvedni, de ez mind ennek a buddha természetnek a folyománya. De valójában nem tudjuk, hogy mi az. Mert eredetileg nincs neve és formája. Működése van, fix attribútuma, fix tulajdonsága nincs. Ezt hogy fogod meg? Sehogy. Mert ez az, ami megfogna. Ez az, ami lát. Ez az, ami hall. És a legfontosabb, ez az, ami kimondja benned, hogy én, és látja is ennek az eredményét. Tehát semmi baj az éneddel, de ismered? Tudod, hogy hogy jött létre? Látod az alkotó elemeit? Meg tudod szüntetni, létre tudod hozni? Ki tudod tisztítani? Ez egy kiművelt én fogalom. Minél inkább haladsz az úton és letisztulsz, annál kevésbé fog az önképed és az önvalónk. Az önvaló az nem a tied, nem az enyém, az az önvalónk. Az, az az igazán közös bennünk, semmi más. Tehát annál kevésbé fog az önképed és az önvalónk különbözni. Minél jobban ragaszkodsz a saját dualisztikus elképzeléseidhez, minél több illúziót táplálsz, annál nagyobb lesz a távolság az önkép és az önvalók között. És ez a távolság, a szenvedés és szenvedtetés, ezt több ezer éve műveljük és bizonyos tanítók több ezer éve mondják, hogy ennek nem kell így lennie, hogy van választási lehetőségünk. De ezt csak a saját tudatunk tisztaságának a függvényében tudjuk tapasztalni. És ezért ne kívülről várd a megoldást. Kívülről a három legfontosabbat megkapod, a tanítót, a tanítást és a tanítványi közösséget. Enélkül a három nélkül nincs érvényes hagyományvonal és még ezen három birtokában sem biztos, hogy helyesen működik. Tehát a szükséges, de nem elégséges feltételek közé tartozik a három legértékesebb jelenléte, és amikor tiszta tudattal bír a közösség, helyes tanítást hall, és a tanító is teszi a dolgát, akkor működhet helyesen. Úgyhogy miénk a lehetőség? Ebben a pillanatban te döntöd el, hogy mit gondolsz, mit érzel, mit mondasz és mit teszel. Te láthatod ezeknek a következményét, és te tanulhatsz belőle. Úgyhogy ez a mi munkánk, és nem is kevés, és a fiatal, de lelkes hallgatóságnak mondom, hogy kevés az idő. 10-20 évesen még azt gondoljuk, hogy hó, hát nagyapa elélt 80-90-et is, ugye? Az nagyapa meg nagyanyja. Nekünk nem tudjuk, hogy mennyi jut, és hogyha megnézed, egy emberöltő nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ebből a 80-90 évből jó esetben mennyit töltünk alvással, evéssel, ürítéssel és egyébbel, és mennyi az, ami tényleg arról szól, hogy valami minőségemelkedés legyen. Mennyi időt töltesz a mennyiségekkel, és mennyi időt töltesz a minőségekkel, főleg azzal a minőséggel, amit tényleg szeretünk, amit tényleg mi vagyunk. Ha így nézed, nagyon kevés az idő, rengeteget kell dolgozni azért, hogy a szükséges életvitel mellett, a megtermelendő életszínvonal mellett, a szeretteidre való figyelés és gondviselés mellett még valami minőségivel is foglalkoz, amit tényleg emel, amit tényleg a hierarhiában megváltoztatja a helyedet. Ha így nézed, rengeteg a munka. Nincs utalom egy pillanatra sem. Ha valaki unatkozik, akkor nem ismerte fel a teendőjét. Nem látja a saját útját. Nem vette észre a mellette élő embert. Ez a föld, ez nem egy büntető hely. Nagyon sokan gondolkodnak erről. Azért szenvedünk, mert ez egy büntető kolónia. Nem. nem. A föld az egy paradicsom. Csak nem vesszük észre. Nem paradicsom, nem paprika, nem citrom, nem görögdínje, a Föld az egy rendkívül érdekes hely, mert pontosan visszajelzi, hogy mit csinálsz vele. Egy annyira személytelen, de szuperintelligens organizmus, hogy visszajelzi az embernek egyén, család és csoport szintjén, hogy pontosan mit csinálunk. Az ok és okozat világos tükre, és éppen ezért a taoizmus azt mondja, tér vissza a természethez. Nem megyünk föl a fára újra, ha szeretnél fára mászni, rendben van. De nem ott fogod megtalálni az eredetet. Hanem a természet működésében. Megnézed, hogy a természet hogy működik, ha tényleg elsajátítanánk, az emberiségnek egy gram problémája nem lenne. De el vagyunk tőle idegenedve. Nem ismerjük fel a működését, és így a magunk működését sem. És ugye visszatérsz a természetbe, hogyha ott gyakorolsz mondjuk szerencsés esetben meditációt, akkor két felől is kapod a tanítást. Kapod a Buddha darma és szanga felől, és kapod a természet felől a fa, a fű, az ég, a virágok, a rovarkák, az állatok, az őzek, vaddisznók, rókák, muflonok, kígyók, békák felől is. Ez ott a környékünkön mind van. Nagyon érdekes a természet működése, és az embernek az emberi működést kéne fellelni a természetben és saját magában egyaránt. A természetben például nincs hulladék. Figyeled? Semmi hulladék. Minden szépen egy körforgásnak a része, és a természet nem idegenít el magától semmilyen anyagot. Mi? Igen. Egy millió év. Itt van. Az örök létet legyártottuk, holott nem szerettük volna. A természetben nincs elveszett energia. Nálunk van. És folytathatnám a sort, de azt a fajta énbezártságot és elidegenedettséget, széttagoltságot nem tapasztalod a természetben, mint amit az ember tud csinálni magával és egymással, és így ezzel a világgal. Tehát a Föld az egy nagyon világos, tükörszerű helyzet, megmutatja az emberiségnek, hogy pontosan mit csinál, csak évszázadok óta nem figyelünk. Nem óhajtjuk látni a dolgokat úgy, ahogy vannak, hanem mindig újra és újra maszkírozzuk és újra fogalmazzuk őket, hogy valójában mégsem, hanem inkább az van, amit én gondolok. Az univerzumban az a szép, hogy vélemény független. Természet ősanyák nem fog panaszlevelet küldeni, hogy emberiség több ezer évet éves nézeteket követsz. Pont. Három példány, iktató Nem fogsz ilyet kapni. Viszont kapunk egy kis katasztrófát. Kapunk egy kis éhinséget, egy kis földrengést, egy kis tengerárt, egy kis hurikánt, ezt mind kapjuk. Úgyhogy véleményfüggetlen, de a működését érdemes lenne egy picit elsajátítani, mert ha nem, akkor itt cudarvilág lesz, és mi adtunk. Nehogy azt, hogy a Földnek bármilyen problémája van, Nekünk van problémánk. Nekünk. És hogyha észrevesszük, tudjuk javítani, ha van rá hajlandóság, akarat, önzetlenség, akkor lehet. Ha nem, akkor viszont szenvedni és szenvedtetni fogunk. Rendkívül egyszerű. Szóval, hogyha ezen egyszerű és tiszta felfedezésében tudok segíteni bárkinek azzal, hogy a kérdését megválaszolom, akkor itt a lehetőség. Mikor jön el a mi-ez kérdés ideje a gyakorlásban? Most. Most. Próbáljuk ki. Mi ez? Mondjad? A mi kérdést. Ez? Mi ez? Mi Eljött ez? Eljött az ideje. De ha az ember az elején mozizik, akkor honnan tudja, hogy jó választ és tiszta választ kap arra? Amíg mozizik, addig nincs jó válasz, addig csak a kérdés van. És a kérdés kivesz téged a mozivászomból. Ugyanis nem csak, hogy nézzük a mozit, hanem beletesszük az arcunkat a vászomba. Ezért ragaszkodunk a mozihoz, ezért hisszük el. És hogyha nem ragaszkodsz hozzá, akkor ezt a kérdés segítségevel teheted. A mi ez, az egy távolságot, egy teret teremt közted és a karmád között. Úgyhogy a kérdés feltétele az mindig aktuális. És a mi ez természetesen itt a nézőre irányul. Először a szenzornak a tükörnek kellett tisztulnia és megerősödnie, és utána tudsz olyasféle szerkesztéssel foglalkozni, hogy a mozinak bizonyos traumatikus darabjait külön megnézed, és akkor változik a kérdés. Addig alanyi volt, és tisztította a tükröt, most a tükör előtti tárgyra kérdez, mi ez, honnan jön. Na, akkor tudja az okozatot és az okot tisztán látni. Addig nem. Tehát nagyon sokszor van az, hogy mozi, 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 és már meg akarom oldani, de ez még mindig elme. És ugyanaz a kéz akarja megoldani, amelyik a problémát teremtette. És így újra termeli. Tehát türelem, de a mi ez kérdés, amikor befelé irányul, és minden választ elenged, és marad a kérdésnél, egész addig, amíg már semmi válasz nem jön, csak a kérdés marad, utána a kérdés szóbelisége is megszűnik, és marad a tiszta, mozdulatlan tudat egy szóbeliség nélküli kérdéssel. Ez az a kötél nélküli horgony, ami a hajót egy helyen tartja, akármilyen hullámzás van. Erre a paradoxra mondták az emmesterek, hogy a fának nincs gyökere, a völgynek nincs visszhangja. És ekkor tudsz a lyuk nélküli fuvolán játszani. Azért mondták ezt, mert nem lehet megfogni, nincsen semmiféle kognitív vagy érzékszervi alapja, de mégis működik. A kérdés esetében ez úgy van, hogy felteszed, használod, mindaddig verbalizálod, amíg kell, utána már a szó nem hangzik el, de a kérdés mégis ott van. Nem fogom jobban elmagyarázni, mert nem lehet. Csak dolgozz vele. És amikor ez a tiszta tükörszerű tudat ott van, elkezdenek a tényleges feladatok jönni, ami már nem az általat teremtett szórakoztató ipar, hanem a tényleges karmád. És akkor, ha kell, rákérdezze, hogy mi ez. És akkor ez a nagyon tiszta tükör elkezdi mutatni, hogy ez miből táplálkozik, és mit táplál. És elkezdenek a puzzle darabok szépen a helyükre hullani. Nem nyúlsz hozzá, magától a helyére jön az összes. Tehát ne akarját te gyorsan kirakni, vagy ez egyiket ide, a másikat oda, ez az elme. Engedd, hogy az ok és okozat mátrixa kirajzolja azt, ahogy te valójában működsz. Ehhez kell egy óriási bátorság. Ez a meditációnak az eredeti feladata. Tehát a meditációt annyiféle dologra használjuk, hogy az páratlan. Erre is lehet. Tehát a felébredésre is lehet, és még lehet önszórakoztatásra, időpazarlásra, önszuggesztióra, és még egyebekre is használni, akinek ezt kell tegye, csak a mi általunk tanított műfaj nem ez. Hogy a kérdés nagyon fontos. A kérdés kinyit, ahogy azt a bevezetőben mondtam. Először az alanyi változat, és ilyenkor érdemes azért közösségben gyakorolni, hogy az megfelelően menjen, aztán már az otthoni gyakorlatnál, vagy később a konzultációnál a tanítóval a tárgyas mihez kérdés is előkerül. Jó az, hogyha egy tanító mondja meg, hogy na most már válthatsz, és elkezdheted használni a tükröt, mert már eleget csiszoltad, tehát olyan nanométerre pontosan már ott van. Ennek a tükörnek a csiszolása, a teherbírásának az ellenőrzése ez a koampraxis, mikor a paradoxonoknak a gyémánt hegyével Szépen oda, oda hozzáérsz, hogy mi történik akkor. Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A gyakorlással kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy ö, egyértelmű, ugye, hogy minden érző lényér, ö, próbálunk tenni. és ö, a Egyértelmű? A... Ha, ha számodra leken... én, akkor Igen. itt a rezidens én... is szatránk és ez nagyon jó, mert azért informálok arról, hogy nem egyértelmű az elején. És ez jó. rendben is van. Jó. Jó. De fejezd be a kérdésemet. Viszont azért vannak, akik közelebb állnak hozzánk, természetesen családtagok, barátok, akikért még inkább szeretnénk tenni, és ugye tudom, hogy van lehetőség arra, hogy megemlítsük őket az énekekben, az imáinkban. Hát és azt nem tudjuk. Igen, azt, ezt akartam kérdezni, hogy ennek mi egyébként a, a, formája, vagy így a menete, hogy... rendkívül egyszerű, ahogy kijelölöd a koordinátákat mondjuk egy navigációs programban, éneklés előtt kijelölt, hogy ezt az éneket most ennek és ennek ajánlom föl. Főleg, hogyha mondjuk betegség van a családban, akkor annak a gyógyulására sütj és küldöd az energiát neki. ez lehet? Jó. Azért az rendben van, hogy az elején a saját problémádat akarod megoldani, az nem önzés, mert amíg magadat nem hoztad egy normálisabb állapotba, addig máson sem tudsz segíteni. Ez fontos. De hogyha csak magunkért meditálunk, gyakorlunk, akkor az előbb-utóbb egy ilyen kőkemény önzésbe átmegy, mert elkezded jól csinálni, és neked az jó. És akkor szakma, világ, döntések, mind rendben vannak. És akkor te nem érted, hogy az összes többnek most mi baja van? Te olyan jól el vagy. Tehát ez a virtuális remete, amelyik ugye a városban is, meg a vidéken is nagyon jó el van, talált egy nagyon jó állást, van partnere vagy partnerei, de tehát igazából még nem nyitott más lények felé, elsajátítja tőlük azt, amit szeretne, és ők is elsajátítják belőle azt, amit ő szívesen ad, de igazából egymásra utaltság, igazából együttérzés, igazából egymásért való gyakorlat nem alakult ki. Miért? Mert mindig ő maga a legfontosabb. Amikor egy más lény fontosabbá válik, akkor kezdtél el igazából gyakorolni. Ez a mindennapi életben egy család életében a gyermekszületés. Akkor hirtelen rájön, hogy ez a lény, ez fontosabb, mint én vagyok. Tehát ez az együttérzésnek, mondjuk, vagy az önzetlenségnek az alapgyakorlata. Az más kérdés, hogy csak bizonyos határig lehet ezzel elmenni, mert hogyha ezzel el lehetne menni a megvilágosodásig, akkor hurrá, szüljünk egy gyereket, és akkor ben vagyunk a tutiban. De hát ez nem így van, mert ugye az énség amennyire megváltozik a gyermekvállalással, mert azért a gyerek újra rakja az életedet, az kőkeményen. A napi rendtől kezdve mindenig, a tulajdonságokig, ahogy téged visszatükröz. De ez nem elég ahhoz, hogy elérd a felébredést, egy bizonyos szintűt ad. Mert néha a gyermeknevelés jobbról-balról, tehát kőkeményen tükröz téged, és változnod kell, mert a gyereket föl kell nevelni, és vállalni kell dolgokat, és ő érte vállalod, nem magadért. Tehát ez az éntelenítésnek az alapgyakorlata. Igen, csak tovább is van. Mondom még, hogy ezen túl is lehet vállalni érző lényekért segítséget, másokért folytatott gyakorlatot, és belül te azért teszed mindezt, azért meditálsz, hogy másokat ne szenvedtes, vagy mások szenvedését ne add tovább. Mert nem az a baj, hogy mások szenvedését te tapasztalod. Emberek között élünk, előbb-utóbb megtörténik. De az, hogy te reflexből továbbadod másnak, mert te könnyíteni akarsz magadon azáltal, hogy panaszkodsz, hogy minősítesz másokat, hogy ítéletet alkotsz, és ezáltal szeretnél följebb kerülni, nem magad aránt, azt még valakit, a hallgatót vagy hallgatókat lefelé. Mert ugyanerre a dualizmusra és önzésre kényszeríted őket, Belül csak azt érzed, hogy szeretnéd, hogyha valaki a pártodat fogná. De nem ez történik, mert szépen dagonyázunk mindannyian a téves nézetekben. És nem jövünk ki belőle. Tehát az egymásért való gyakorlat, az egy elképesztő nagy irányváltás, és ezért van az, hogy minden egyes mahaján a szangában elmondjuk a négy hiszatva fogadalmat, mert ez ad irányt a gyakorlatnak. A darma egyébként ugyanúgy üresség természetű, mint a világ bármely jelensége, magyarul bármely irányba fordítható és bárhogy felhasználható. Lát nagyon tiszta tudatú és nagyon gonosz embereket. És látsz nagyon jó indulatú, de nagyon gyenge lényeket. Tehát ahhoz, hogy erős, tiszta, tudatú, de önzetlen és másokat segítő magatartást folytas, az bizony tréning. Az együttérzés nem gyengeség. A bölcsesség nem okoskodás, az önzetlenség nem naivitás. Nézd meg, hányszor azonosítjuk ezeket. A botiszatva fogadalom első darabja az, hogy a szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. És nem csak családtagjaink, hanem aképpen szembe jön, de nem ugyanabban a mértékben. Ez nagyon fontos. És van egy olyan határ, amikor azt mondod, hogy ennyi volt, én ennyit tudtam segíteni, már az után, hogy segítettél, nem az előtt, vagy a helyett. Szunkszenzen mestert egyszer megkérdezték, főleg egy ilyen indiai turné után, hát millió számra vannak ott a koldusok. És az elején még persze apró pénzre még fölváltod a nagyot is, és adogatsz nekik, de mindig jönnek utána, ad ilyen kicsi, közepes és nagy, mint az organisípok, -ok, és kérnek, 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 kérnek. Mit csináljuk? Nem lehet mindegyiknek adni annyi, hogy aznapra elég legyen, vagy holnapra. És akkor az öreg azt mondta, hogy ha adsz, adsz, ha nem adsz, nem adsz, de ne gondolkodj róla. Kész. Én azt szeretném kérdezni, hogy a buddhizmust ad-e valami választ arra, hogy az embernek miért kellett eltávolodnia a tiszta tudatállapottól. Kérdezem ezt azért, mert egyre többen osszák ezt a véleményt, hogy nem maga az ember távolodott el, hanem eltávolították különböző akár interdimenzionális lények, vagy valami, valami felső berők. Tehát egyre többen beszélnek ilyen gyikemberes dolgokról, akik kibe járogatnak dimenzió között, és ugye az aranykort ők rontották le az emberiséggel együtt, ami miatt most itt szenvedünk. Mert az ember önmagát szerintem nem szenvedtetné, mert Hanvas Béla is írja valamelyik könyvébe, hogy, hogy fenntartanak egy rendszert, amit kivétel nélkül senki nem fogad el. Mégis ez az egy, az, ami van. Erre van valami válasz, esetleg? Vagy? Van, és az a szerencse, hogy a buddhizmus nem történelmi oldalról vagy más lények szempontjából közelíti meg, mert nem lehet biztonsággal megmondani, hogy krokodil, aligátor vagy egyéb gyik emberek mit csinálnak, mert nagyon kevesen tapasztalják őket, illetve a rendszerek változását azokat tapasztaljuk, csak úgy tűnik, hogy nem lesz jobb. Rosszabb se mindig egy adott küszöbérték között mozog az a kis csoportos önzés, amit tapasztalunk bizonyos rendszeralkotók és rendszertulajdonosok részéről. A buddhizmus ezt máshonnan fogja meg, onnan, ahonnan lehet valamit változtatni. Nem onnan, ami vagy bizonytalan, vagy determinált, rajtunk kívül álló. Azt tényleg nem tudod változtatni, ha úgy van, ha nincs. Magadon tudsz változtatni. Tehát a rabságban is tudsz szabadságot tapasztalni, csak nem ott, ahol a börtönfalak vannak, hanem ott, ahol az ablak van a falon. Magyarul a felébredést azt tudjuk tapasztalni. Az, hogy miért vagyunk inkarnációk óta ilyen állapotban, erre rengeteg magyarázat van, a magyarázatok nem segítenek. A gyakorlat segít. Tehát, ha képesek vagyunk a benső minőségeink javítására, inkább csináljuk azt, mert a különböző mítoszok, magyarázatok és egyéb történet nem segít rajtunk. Ha gyakorlunk és felébredünk, és csökkentjük azt a szenvedést, amelyet mi adunk tovább, vagy mi teremtünk, akkor viszont már inkább az úton járunk. Tehát a szellemi emancipáció, a felébredés, az autonómia, ezek olyan fogalmak, amelyek különböző mítoszoktól függetlenül léteznek és épp ezért elérhetők és tapasztalhatók. A buddhizmus például, és főleg a buddha személy szerint nem válaszolt olyan metafizikai kérdésekre, mint például, hogy az istenek azok azért léteznek, mert hiszünk bennük, vagy pedig a hitünktől függetlenül is léteznek, és így egy kis kontroll gyakorolnak fölöttünk. A buddha erre hallgatással válaszolt. Jó okkal. Ugyanis, ha még nem látod, akkor a válaszát sem értenéd, ha meg már látod, akkor nem tennéd fel a kérdést. A tanító, tanítás és tanítványi közössége kapcsolatban kérdezném azt, hogy mi az, ami segíthet nekem benne, nekem, hogy megtaláljam a tanítót? El kell menni vásárolni. Belépsz a spirituális bevásárlóközpontba, és megnézed a digitális információs táblát, hogy az utcaszinten, szinten, illetve az emeleten milyen boltok vannak. És elkezdesz szépen körbejárni, és meglátod azt, hogy jobbra milyen színű spirituális iskolák vannak, balra milyen színű vallások vannak, az emeleten mit ajánlanak, és el kell menni és tapasztalni. És megnézed, hogy az adott üzletben mit árulnak és mennyiért. Drága-e a tanítás, meg tudsz-e bízni a tanítóban, be tudsz-e illeszkedni a tanítványi közösségbe? Ha igen, akkor folytathatod és bevásárolhatsz. Egyébként nagyon jó körülnézni, az a fantasztikus jó hírem van, hogy Magyarországon az összes világvallás és még a kevésbé intenzív és kevésbé elterjedt vallások és mozgalmak szinte mindegyike megtalálható, Azért rendkívül érdekes hely itt a Kárpát-menencében. Nem kell sokáig bandukolni. Megtalálsz mindent. Kicsiben. És dönthetsz. Ahol viszont leteszed a garast, ott legyél lojális. Onnantól kezdve ne azt várt, hogy mit kaphatsz, hanem azt, hogy mit adhatsz, és ezért mit kapsz. Tehát ez egy körforgás. Sanga az egyének csoportjától függetlenül nincs. Az egyének alkotják a csoportot, és ezért, hogyha az egyének önmagukban csak várnak valamit, akkor nem történik semmi. El kell kezdeni közösen gyakorolni, szerveződni, meglátni az együttműködés lehetőségeit, és akkor akkor van szanga, akkor van lojalitás, van odafordulás, egymásra figyelés, és így egymás segítése is. A tan ugyanez. Tudom-e tapasztalni, tudom-e élni, hasznos-e, látta-e, vagy csak magyaráz, meg megint magyaráz, és újból magyaráz, és utána pedig kihajít a szemétre. A tanító ugyanez, tudsz-e benne bízni, tud-e ő segíteni neked, egy ponton észreveszed de hogy jobban ismer téged, mint te saját magadat? Mert ha igen, akkor tényleg van ott dolgod. Ha nem, ha közömbösen hagy, hogy érdekes volt, most nézzünk egy más előadást, akkor menj és nézz egy más előadást. Vásárolj, nézz körül a bevásárlóközpontban. De miután megvan, utána az az alfa. Az nem jelenti azt, hogy ne látogass ki, ne nézz meg más hagyományokat, mert az a tisztánlátások oldalúságot segíti. De legyen meg az alfa, legyen meg az, ahol tényleg otthon vagy, ahol tényleg lojális vagy. Ha baj esetén az első telefon tudod, hogy hova megy, akkor ott van a tanító. Mi ösztönzi az embert a szeretetre, vagy az odaadásra barátom szeretetre. Igen. Akkor miért engem kérdezel? Mert nem értem magamban ezt a, a folyamatot. Érezni érzem, látni, látom a hatását, és tudom, hogy pozitív. Viszont nem tudom, hogy mi az a, a dolog, ami az emberben működteti ezt. Mióta vagytok együtt? Lassan másfél éve. Akkor kockázatmentesen fölteheted ezt a kérdést, hogy mit szeretsz bennem? Feltetted ezt neki? Gondolkoztam rajta, é. és. Isten a válasz az, hogy. hogy Stop. Mi? Stop, neki, a barátnődnek feltetted ezt a kérdést, mert akkor nem gondolkozol, hanem meghallod, hogy mit mond. Feltetted neki? Uh -huh. Na, ha ilyen problémáid vannak, akkor érdemes egyszer egy gyönyörű helyre elvinni, lehetőleg valamilyen ebéd, vagy vacsora, vagy ilyen egyebek. És amikor már nagyon jól érzi magát, akkor föltenni ezt a kérdést, amikor semmilyen felhő nincs a kapcsolat közös kék egén, és akkor, mint derült égből, csak viseld el a választ. Ugyanis te nem úgy látod magadat szerencsére, ahogy ő. És ha tényleg jobban lehúztál, akkor ő jobban lát téged, mint te magadat. Ez a magas minőségű párkapcsolatokra jellemző, ezért is maradnak együtt. Mert bízhat a másikban. És ez a több látás, a jobban látás, ez együttérzéssel lefordítódik arra, hogy segítelek vele, és nem pedig ellenet használom fel. Mert vannak olyan párkapcsolatok, hogy beletépnek egymás húsába, és lehullanak az őszi avarok. Ne ez legyen. A héja nász helyett legyen inkább az, hogyha már tényleg ennyire közös az élet, és ennyire ez a speciális emberi kapcsolat, ami mondjuk a szeretet és a szerelem, akkor nézzük meg, hogy ez hogy működik. És amikor tényleg megvan a térben és a személy között, akkor elkezdhetünk róla beszélni. De amíg nincs meg, addig nincs miről beszélni. Úgyhogy tedd föl bátran a kérdést. És akkor készülj föl, hogy ő is viszont fog kérdezni, hogy te mit szeretsz benne. És adj egy jó választ, meg különben nagyon sokáig kell a padlót fölmosni. Jó? Egész életemben hogy az a problémám, hogy nem találom a, nem találom a helyemet, de a ott vagy a sarokban, ülsz a lila matracon, Köszönöm, nagyon jó hely. Konektorra vigyázzál. Igen. Ha belefogok valamibe, akkor azt nem tudom végigvinni. De Mondjuk, ma hát itt maradsz most a, legyen, a darma ö... beszéd végéig, ugye? Akkor ez lesz az első, amit végigcsinálsz? Főzni szoktál? Igen. Szerintem nem is rossz szó. Igen. Ugye? Igen. Végig viszed a főzést. Végig? Hát akkor. Hol Jó, a probléma? mondjuk most egy sportra gondolok, hogy ö, atlétikáztam, kézilabdáztam, belefogtam a jogába, most futok. Igen? És, és olyan, mintha megunnám, vagy mintha azt mondanám, hogy ez nem az enyém. Tehát ilyen, vagy ö, mondjuk egy szakma, vagy mondjuk egy vallás, amit most a végén mondtál, abból egy kicsit kivettem magamba a dolgokat, hogy ö, eljárok ide, oda, amoda. Tehát uh -huh. a bevásárlóközpontba. A vallási bevásárlóközpontba. Igen. És keresem. És akkor ugye megfogalmazódott az, hogy most ez jó, az, hogy most ide is eljárok, oda is. Mi hiányzik? Hát ez az. Még a bőség zavara van, nem lövöm le a poén, de egy valami hiányozni fog nagyon gyorsan. Ezt hívják menedéknek. Tehát, amikor megtalálod az alfa hagyományt, akkor ott menedéket tudsz venni, főleg a saját megoldatlanságaid elől első körben, saját tudatlanságunk elől, saját illúzióink elől. És amikor viszont már a hagyomány fölkészít, akkor ismét szembe tudunk velük ülni, és már másképp dolgozunk. Tehát, amíg csak érdeklődünk, és külsőleges szemlélőként, hogy luxus, helyzetben, mert hogyha van választási lehetőséged, az rendben van, de ha túl sok, az a luxus. Tessék egy igazi kihívás elé állítani magadat. Az nagyon gyorsan lesarabolja ezeket a sallangokat. Ha túl sok a választási lehetőséged, akkor még nincs meg az az elkötelezettség, nincs meg az a kihívás, ami az egészet egy hierarchiába rendezné. Nem az a baj, hogy sok, hanem hogy mindegyik egyenlőnek tűnik. Mindegyik egymás mellé van rendelve. Így ezért nincs belül egy olyasféle hierarchia, hogy legfontosabb, kevésbé fontos, nem fontos, szükségtelen. Próbáld meg hierarchiába rendezni. Tégy fel egy kérdést. Mi a fontos? Ki a fontos? És akkor előbb-utóbb az elmének a rázó asztalán elindul egy hierarchizáló mechanizmus. Egy olyasféle folyamat, hogy beáll az, hogy mi a fontos, és ezért kell tapasztalni. De ehhez Tudni kell, hogy mit szeretnél az élettől. És ha csak élünk, ha csak az érzékszervi síkon mozgunk, akkor ezt nagyon könnyen elfelejtjük. Egyáltalán nem biztos, hogy foglalkozunk vele. Nem szükségszerű, hogy az emberek transzcendens dolgokkal foglalkozzanak. Legyünk boldogok, az kész. De honnan jön a boldogság? Mi a forrása? És ehhez már azért nagyon komoly felkészültség hogy normális, világos, működőképes választ adj arra, hogy hogyan lehetek boldog, hogyan lehetünk boldogok, mert a boldogság a magányjal az nem nagyon fér össze. És amikor már társas lényről van szó, akkor bejön mindaz, amit az előbb mondtam, a kapcsolat, a helyzet felismerés, az a fajta érzelmi intelligencia, amivel mondjuk egy másik emberhez viszonyulsz, és ez egy belső értékrend nélkül nem megy, az értékrend hierarchiát feltételez, ezért dolgozni kell, hogy helyesen dönts. Amíg ez a luxúzus helyzet van, hogy túl sok az opció, addig nincs akció. Tégy föl egy kérdést. Mi a fontos? Hogyan szerethetek valamit, amivel nem azonosulok? Hogyan törődhetek valamivel, legyen ez saját magam, legyen ez a munkám? Arra törekszem, hogy ne azonosítsam magam ezekre a narratívákkal. Ha eljutok egyszer erre a pontra, nincs -e, nem áll -e fan, az a veszély, hogy akkor már nem, nem lesznek fontosak számomra. Vagy miért műveled a szakmádat, miért birtoklod ezeket a tárgyakat? Fontosak számomra. Miért fontosak? Belső készítést érzek arra, hogy törődjek velük. Az emberekkel, akik körülvesznek a családommal. Most változott a téma. Tehát az előbb szakpáról, tárgyakról egyebekről volt szó, ezeket tegyük külön dobozba, amikor az emberek, mint család, amikor ezek vannak, akkor az egy teljesen más tészta. Tehát miért fontosak az emberek? Miért törődünk velük? A szeretet kapcsolat az emberekkel az teljesen más, mint a tárgyakkal. Vagy mondjuk egy szakmával. De pont az embereknél derül ki, hogy ha azonosulsz a másikkal, akkor nem tudod szeretni, mert csak ragaszkodsz hozzá. Ha úgy látod, ahogy van, és a tudat egyé válik, abban az egyéválásból, nem azonosulás, hanem látás következik. Pontosan látod és érzed, hogy a másik mit gondol, mit érez. Meghallod tényleg, amit mond, és jól látod, hogy mit cselekszik. De azt tudod, hogy az az ő cselekedete, az ő gondolata, az ő érzése, és nem a tiéd. De nagyon pontosan látod. Ha azonosulsz fel, akkor összetéveszted. Akkor azt hiszed, hogy amit ő érez, azt te érzel. És az a tiéd. És nem az övé. Ez óriási zavarhoz vezet. Gondolat ugyanez. Képzeld el, amikor tudósok együttműködnek, és az egyik azonosul a másik gondolkodásával. Ott nagyon gyorsan katasztrófák történnek. Váj egy év vele, de ne azonosulj vele. Ez az a paradox, amivel szerintem tudsz működni. Lásd tisztán, de ne birtokold. Köteleződj el, de ne verd békjóba. És hogyha például a munkádra ezt rávetíted, hogy szeretnék, vannak józanul kitűzött céljaim, és próbálok ehhez úgy viszonyulni, hogy megteszek mindent azért, hogy elérjem ezeket a célokat de próbálom nem hozzáláncolni a boldogságomat ahhoz, hogy ezek a célok most teljesülnek-e vagy sem. Megteszek mindent, de nem lamentálok azon, hogy most mi van, hogyha nem sikerül, vagy most miért nem sikerült. Hosszú távon ez azonban ugyanúgy paradoxon, mert hogyan tudok odaadóan dolgozni valamiért, ami, aminek a kimenetele tulajdonképpen mindegy. Csak magadért dolgozol? Nem. Hurrá! Akkor itt a válasz. Tehát, hogy másokért is dolgozol. A munkával elért célok nem csak a tiéd. Te kitűzöd magadnak bizonyos ugye, munka minőség, eredmény, és a De rögtön nem a tiéd az, amit így a munkád ad neked. Tehát a tőled függő, veled kapcsolatban álló emberek számítanak arra, hogy te jól dolgozol. Hogy te sikeres vagy, hogy te hazahozod a pénzt. Ez nagyon fontos, és innentől kezdve ez be is kalibrálja, hogy mennyi időt töltesz a munkáddal, és utána mennyi időt töltesz azokkal az emberekkel, akik részesülnek ennek a gyümölcséből? Egy egyensúlynak kell teremtődnie a munka és a család között. A munkahely és a családi otthon között. Mert hogyha te annyit dolgozol, csak azért, hogy elérd a céljaidat, hogy nem fordítasz időt a családodra, akkor egyszer csak a konyhaasztal mellett nagyon komoly kérdések hangzanak el. Végre itthon vagy és látunk örülök. Mikor látunk legközelebb? Nem elég, hogy hazadod a pénzt. Legyél velünk. Azon nyomban meghatározza, hogy te meddig fogsz eljutni szakmailag. És lehet, hogy nem a csillagos ég a felső határ. Lehet, hogy a gyermeket szemének a csillogása a felső határ. Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudja az ember, hogy ö, mi a küldetése. Egyáltalán van -e. Honnan jöttél, amikor megszülettél? Honnan jöttem? Igen. Azt tudnom kéne. Ahhoz, hogy a küldetésedet meghatározd, igen. Mi küldött ide? Eljöttem, mint érdeklődő. Ebbe a terembe, mint érdeklődő, eljöttél, mert igen. el szerettél volna jönni. Igen. Köszönöm szépen, hogy így tettél. Ebbe az életbe miért jöttél, és miért vetted fel ezt a testet? Ez jó kérdés. Örülök, hogy szolgálhattam. Hogy válaszolsz rá? Itt van az esti meditációi témája. Szívesen megtanítjuk hozzá a technikát is. Itt van Győrben a fantasztikus szanga. Ezért javaslom, hogy ha ez tényleg érdekel, belül találd meg a választ. És ne hidd el azt, amit kívülről rád akarnak testálni. Én csak gondoltam, hogy úgy van, ahogy én járok, de nem biztos. Ha is Amíg gondolod, addig hiba lehetőség van. Igen. Amikor nem az elme működését akarod tudomásul venni, hanem a mélyebb tudatból egy egyértelmű, világos jelzést, üzenetet kapsz, magyarul rájössz, és nem kigondolod, akkor esélye van, hogy az működik. Honnan tudod? Ismét az előző kérdés, mi a fontos? Hogyha tényleg van küldetés vagy cél, akkor az a fontos, az összes többivel szemben. És itt megváltoztatjuk a kérdést, amely ennek a rokona lesz, és az, hogy mi a dolgom. A küldetés az egy kicsit nagy. Leegyszerűsíted, mi a dolgom? Nagyon sokféle iskola és mozgalom szeretné ezt így elmagyarázni, hogy a te lélek utad ez, az inkarnációs cél ez, a bekalibrált karmád, ez ilyen elképesztő kifejezések vannak, és e mögé tesznek jelentést, amit te fogadjál el. Nem, ez nem a sajátod. Jó esetben semleges kijelentéseket kapsz, vagy semmit mondóakat, és rossz esetben hamisakat, amiket az ember kényszerből magára vesz, mert nem tud jobbat félre ezekkel, ahogy azt a bevezetőben mondtam, a zen kérdésekkel dolgozik, és hogyha megfelelő módon teszed fel a kérdést, akkor esélyed van rá, hogy jó választ kapsz. De ha nem megfelelő módon teszed fel a kérdést, akkor ez az esély nincs meg. Tehát, mi a dolgom? Minden meditáció kezdődjék ezzel a felszínen dobja a sok-sok hordalékot, ami azt hitted, hogy tényleg, és kiderül, hogy nem. Onnan tudod, hogy a válasz megérkezett, hetek esetleg hónapok munkájával, hogy ha fölteszed a kérdést, és nem minősíted a választ, mindig ugyanaz jön ki. Nagyon fontos, hogy a tudat tiszta, torzításmentes, duális reakciótól szabad legyen. Tehát, hogy ne akard Se így, se úgy. Ne vonzad, és ne taszítsad. És hogy a tudat tényleg mozdulatlan, és fölteszi a kérdést, hogy mi a dolgom, és hetekig ugyanaz a válasz, akkor valószínűleg helyes. Miért valószínűleg? Mert lehet, hogy egy korábbi karmád még mindig uralkodik. Ki kell próbálni, meg kell nézni. Utána már át lehet gondolni. És nézd meg, hogy mi lenne, ha megtennéd a külvilágban. Lehet, hogy át kell gondolni úgy, hogy igen, korábban lehetett ez a küldetésem, lehetett ez a dolgom, de most ezt nem vállalom. Ez tudatos személyiséget kíván. A mérőjövő jövő impulzus, a látszólag intuitív válasz jó esetben 50 A másik 50 hogy tényleg működne itt és most az életedben. Mit hoznál ezzel létre? Milyen okozatiságot szenvednénk el? Mi lenne az eredménye? Most gondold el, hogy te kérdezel, 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 és egyszer csak a válasz kijön, és nem tudnál vele mit kezdeni. Akkor megint kérdezni kell. És vissza kell térni az alapokhoz. Ez egy nagyon komoly belső munka, de azért éri meg, mert hogyha egyszer megtaláltad, az körülbelül olyan, mint amikor Aladin a csodalámpát megtalálta a barlang mélyén. És ott van az a dísztelen, réz, kicsit korrózióval borított valami, kihozod a napfényre, és ezért fontos a tudatos átgondolása, és megdörgölöd egy kicsikét, lecsiszolod, és ez a csiszolás már a tudatos művelés. Az nagyon fontos, hogy korábbi karmákhoz ne ragaszkodjunk, mert ez a kövé a barlangban, a kincsek, a fák, a gyümölcs, a többi szimbóluma. Nem elég megtalálni a csodalámpát, ki kell hozni, le kell tisztogatni, és munkára kell fogni, és akkor jön ki a Küldetés tudat, hogy mit tehetek, kedves gazdám? Na, az az erényed, görögül az areté, mert abban van a hited, abban van az energiád. Azt tudod csinálni minden körülmények között, és nem az a fontos, hogy élsz-e, halsz -e, hanem az, hogy ez meg legyen. És ez nem fanatizmus, ez küldetés tudat. Ez nem önhittség, ez önbizalom. És kellő munkával, hogyha lássol magadba, ez megvan. Csak ne akarj valamit. Ne félj valamitől, ne remélj semmit. És amikor mozdulatlan, tiszta a tudat, és felteszi a kérdést, akkor jön a helyes válasz, amit aztán a mindennapi élettel megcsiszolsz, és vagy elvetsz, vagy folytatsz. Jó? Köszönöm. És ha valaki Negatív spirálba kerül, mondjuk előző életeli folyamányaként egy olyan családba születik, ahol bántalmazzák, szeretetlenség veszi körül, akkor ugye nagy átlagban ezekből az emberekből nem lesz egy terézanyaszintű ember, hiszen benne annyi a tüske, hogy nem biztos, hogy egy szeretetteli ember belőle, hanem még lejjebb süllyed, és még többet árt embereknek. Ez ember függő és karma függő. Az általános kérdést most azért fogadom el, mert szenvedésteli a tartalom, de én tudom neked mondani, hogy van egy litván szerzetes, aki 16 éves koráig naponta vertek otthon. És elképesztő szenvedélybetegség volt a családban, férfi részről, egy totális érzelmi romhalmaz női részről. A testvérek nem tudtak segíteni, és 16 éves korában elment otthonról és az utcán élt, és elképesztő sors volt, és aztán találkozott a tannal, utána bekerült templomba, 19 évesen már rendszeresen meditált, és 24 évesen szerzetes és ma gyakorlatilag az egyik legfényesebb ott a csillag. Csak azért, mert ezt hozta ki magából, és megfordította a lefelé menő spirált. Tehát ennek a karmának is akármennyire nehéz belátni, de üresség a természete, arra használod föl, amire te akarod. És hogy mire akarod felhasználni, az a te önképettől, világképettől, tudati tisztaságottól függ. Tehát még itt is érvényes az, hogy a legkeményebb körülmények között is dolgoz magadon, hogy át tud transformálni azt a karmát, amely látszólag Kőkeményen befolyásol és negatív spirálba visz, és te meg tudod ezt fordítani. Nem azért, mert harcolsz a külvilággal, hanem azért, mert belül másképp dolgozod fel, másképp használod, másképp látod, és ezért benned ez másképp fog működni. Beszéltél arról, hogy milyen kevés időnk van, mert hogy a, az életünknek jó részét átalusszuk. És hogy az alvás közben ugye álmodunk is. Az álmoknak milyen. Jelentőséget kell tulajdonítani, vagy mennyiben változnak az álmok, hogyha. Attól függ, hogy mennyi káposztát tettél le. Te, ugye? Az álmok tehát lehetnek nagyon komoly emésztési zavarok termékei, üldöz a bika, te pedig kátrányban próbálsz rohanni előle. Ez azt jelenti, hogy uh -huh, ott vagy a testben, és közben a te rendszered tolja az elmébe a kémiát. És akkor különböző ilyen csülök, darabok hullanak az égből. A másik, amikor a test egyszerűen jelez. Jelez, és akkor álmodsz különböző ilyen képekkel, de valójában még mindig a testben vagy, és a test üzenetet közvetít, hogy például, ha te így tovább dolgozol, vagy ezt gondolod, vagy tovább viszed ezeket az érzelmeket, akkor megbetegszel. És aztán vannak olyan álmok, amelyek során a lélek nincs testben, hanem kilép onnan, és különböző helyekre elmászkál, és aztán visszajön. Közel, távol és egyéb helyekre. Tehát vannak az ilyesféle testen belüli és testen kívüli álmok, és ez mind karma. Ez mind karma. Van egy, amelyik nagyon érdekes, ezeket szokás így kicsikét magasztosan profétikus álmoknak mondani, ez az, amikor tényleg belepillantasz a téridő működésébe, és ezen a módon a karmát egy picit meglátod. Én ezeket jelzésértékű álmoknak szeretném mondani. Tényleg jeleznek valamit, és nem csak a tudat tehetetlensége, vagy a fizikum tehetetlensége, ahol a karmádat ki kell adnod, mert nem tehetsz másképp, mert meditációban nem tetted meg. Ezek a jelzésértékű álmok nagyon egyszerűek, nagyon világosak, és kőkeményen emlékszel rájuk, amikor felébredsz. És ezek, ha nem teszel valamit, ezek bekövetkeznek. Ezekre kell nagyon vigyázni. Helyesen látni őket, és az elmével nem hozzányúlni, és készen lenni azzal az éberséggel, hogy változtassak rajta, vagy sem. Elméletben nem tudsz rajta változtatni, csak akkor, amikor az álom által jelzett helyzet vagy kapcsolat megjelenik. Tehát ott, abban a helyzetben, abban a pillanatban, amiről az álom szól. Előtte, utána nem. És ezért kell nagyon készen lenni arra, és felnőni a feladathoz. Ez viszont nagyon ritka. Általában az egyszerű belátás elég, mert a narratívád a felszíne dobott valamit, meghallgattad a belső mesét, és akkor utána jobban tudod, hogy hogyan működsz. Úgyhogy ezekre a jelzésértékű, nagyon egyszerű, nagyon világos álmokra érdemes emlékezni, ezeket egy kicsit megszívlelni, mert ezek nagyon méről és nagyon tiszta forrásból tudnak jönni. Általában a fizikai vagy a megfigyelhető időtartam nagyon kevés, néha pár másodperc, hogyha megnézed belül egy kincses tár, és nem úgy, hogy gondolkodsz róla, és végképp nem úgy, hogy rávetítesz dolgokat, nem úgy, hogy figyeled belül, és így egyre jobban sugárzik belőle az a jelentés, az a tartalom, amit elhozott. Ez is te vagy, csak eddig nem tudtad, hogy te vagy. Van úgy, hogy éberen, ugyanilyen forrásból az intuíciód a felszínre dob hasonló mélységű és hasonló jelentőségű dolgokat, és ekkor van az, hogy nemhogy kikerülhetetlen, hanem érzed, hogy tényleg ez az utad, és ezt kell járnod és akkor kipróbálod. És akkor megcsiszolod, kiműveled, megnézed, hogy valójában hogy működik. És akkor megtalálhatjuk azt, hogy valójában miért vagyunk itt. Megköszönöm mindenkinek, hogy ma este eljött a Namaste Yoga stúdióba. Megköszönöm házigazdáiknak, hogy itt lehettünk. És remélem, hogy mindenki megtalálja az útját, a küldetését, azt a hármas drágasságot, a buthát, a darmát és a szangát, ahol az úton haladhatunk, segítségére lehetünk másoknak, elérhetjük a felébredést, és megszabadítunk minden lént a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!